ő az apám. Gimnazista koromban írtam róla egy 5 soros verset. Így szólt. 4 éves voltam körülbelül, amikor Balatonfüreden megkérdeztem egyszer az apámat. Apa, hány éves vagy? 29, válaszolta ő megállva a konyha közepén. Ez a kép megmaradt élesen. Azóta nem kérdezem sosem, mivel tudom, hogy 29. Azokra a helyekre mentem el apámmal, amiknek fontos szerepük van az életében. A Szigligeti Alkotóházban 1970 óta minden évben eltölt 4-5 hetet. Itt most csupa olyan dologról szeretnének megkérdezni, amit egyébként 4 szem közt nem mernék, mert vagy kényesnek, vagy szentimentálisnak, vagy közhelyesnek érezném. Először is neked mit jelent a költőlét, és mennyire fontos ez számodra? Nekem mindig fontos volt, nem mindig azonos intenzitással. Mert hát persze, hogy a megélhetés gondjai, az élet gondjai, család, feleség, 2 gyerek, munkahely, tehát meg kellett felelni. És olykor ez az irodalomnak a kárára ment, mert számomra azért az olykor fontosabb volt. És most már 4 éve engedhetem meg magamnak azt, hogy főállású költő legyek, ami borzasztó fontos és szép státusz, ugye? Egyrészt ennél jobban semmiből nem lehet megélni, mint hogy a versekért gyakorlatilag semmit nem fizetnek. De hát ez is a szabadság része. De hát megengedhetem magamnak óriási nyugdíjam miatt, hogy ne kelljen arra figyelni, hogy én most mit írok meg, ki fogja közölni. Nem azt mondom, hogy fütyülök rá, de hát nem létkérdés, hogy mindig megjelenjen minden. Gyorsan írsz, hogyha elkezdődik? Verset nagyon nehéz meghatározni, hogy sikerül. Milyen gyorsan, vagy hogy mindjárt készen van. Én általában végig szoktam írni egy verset, aztán utána napokig, vagy hetekig még javítgatok szavakat, vagy egy-egy sort rajta. De szeretem végigírni, tehát hogy egy íve legyen az egésznek, ne pedig ilyen patchwork-szerű ragasztásos módszerrel álljon össze soronként egy hónap alatt a vers. Már majdnem minden együtt van, mielőtt verset ír. Ilyenkor érzi legjobban magát. Már minden súly levált, és hátrahagyva minden ballasztot, el se tudja hinni, hogy része volt, hogy hozzá tartozott. Szobájában téblából kedvire teát főz, közben felhúz minden órát. Egyszerre szól 2 rádió, 2 állomás. Rágyújt, kávét iszik, lapozgat lexikont. Fiókjában matat, fényképeket, meg félkész verseket babrál, de voltaképp nem is keres semmit, s alig van ott.
mert folyton csak fülel az éjszakába, mert tudni véli már valami jöttét. És még látszólag szétszórt, hiszen mi látszik? Egy lassított film tempójában kapkod. Túlságosan is éber. Ugrásra kész. ...1941-ben, erdélyi visszacsatolása után egy évvel, nagyapámat, mint frissen végzett vasúti mérnököt, szatmárnémetibe helyezték. Így született apám 1942-ben szatmárnémetiben. A háború után nagyapámat 7 évre a debreceni osztálymérnökségre, Csengerbe helyezték pályamesternek. Ezután egy évet a Szentendre melletti Izbégen töltöttek. Apám itt járta a 6. osztályt, és itt is bérmálkozott. Engem nagyon vallásosan neveltek a szüleim, mintha ők is nagyon vallásosak voltak, ugye, érthető. Hát ugye apám majdnem pap lett, anyámat az apácák nevelték a tanítóképzőben, tehát minden adott volt ahhoz, hogy bennünket is, mind a 4 gyereket erős vallásosságban neveljenek. Ami hát nem volt baj, meg kell mondanom, mert azóta is hát sokszor nyúlok a Bibliához, és nagyon sokat segít az, hogy tudom mi micsoda, és ki kicsoda, ki kinek az anyukája, apukája, ugye? Tehát ezek fontos dolgok. És mikor, hogyan lettél materialista? Hát ez nagyon nehéz. Gondolom ez kezdődik a késő kamaszkornak azzal az időszakával, amikor az ember kamaszként ugye a szülei ellen is lázad. És a szülők elleni leglátványosabb lázadás az én számomra, vagy a mi családunkban a kamaszok lázadásának a leglátványosabb módja az volt, hogyha a vallást kezdjük hanyagolni, mert oly mértékben voltak vallásosak a szüleink. Ugye? Egy darabig abban reménykedtek, hogy majd csak visszatérek az igaz útra, de hát végül is nem nagyon szóltak bele a dolgainkba. Némely kamaszkori versem, ha nem is tetszett nekik, de hát azért nem mondták, hogy ilyet nem szabad írni, kisfiam. Hát, De miért, mi volt bennük? Hát nem tudom, tehát ilyen mondatok, hogy és ahogy tavasszal a fű, úgy nőttem bele az Isten tagadásba. Tehát mondjuk egy-egy ilyen sor. Láttam apámon, hogy nem tetszik neki, anyámnak talán még kevésbé. De nem mondták, hogy hát ez azért mégiscsak furcsa. Örültek, hogy nyomtatásban látták. Tehát valami miatt aztán nekik ez fontosabb volt, hogy hát én költő leszek, ugye, és hát megjelenik újságban, folyóiratban. Biztos jobban örültek volna neki, mint ahogy aztán még megértem, hogy például apám még ismerte az összes Pál átiratomat, Pál apostol átiratomat. Sőt, hát amikor 1991. februárjában temették, akkor a gyászszertartáson a Pál apostol imája szólt, aminek a szövegét én írtam, és a dallamát szerezte a Grillus Dániel. A családi legenda szerint a pécsi ferences templomban a Szent Ferenc alakjában a nagypapa van megfestve. Igen, ez nem legenda. Valóban apám 20 év körüli arca van ott a templomban, a Trasimeno tó partján, amint prédikál a madaraknak és a halaknak. Ugyanis abban az időben ő még Pécset volt novicius, és egy Ébert Nándor nevű festő festette ki a templomot, és hát ugye válogatott ott a kispapok vagy a ferencesek közül, hogy ki lenne jó modell. Apámat választotta ki, és ő van így megfestve a pécsi ferenciek temploma falán, mint Szent Ferenc. Az 50-es években nőttél fel, szegény volt a család, és szegénységnek érzékeltette ezt akkor? Nagyon szép gyerekkorom volt, és nem emlékszem, hogy bármiben is hiányt szenvedtem volna. Azt tudom, hogy az öcsémmel, Bandival, olykor egész éjszaka álltunk sorba kenyérért. De ezt ilyen jó kalandnak tartottuk. Nagyon sok csengeri osztálytársam
között, hát ugye gazdagabbnak számítottunk. De ez csak abban nyilvánult meg, hogy mindig tiszta ruhában és térzoknis cipővel jártunk az iskolába. Az állomásfőnök gyerekei, mi, a tanítók gyerekei. Nos, nagyon sok cigány gyerek volt az osztályban. Október végéig, november elejéig, amíg a dér meg nem csípte a földet, mezitláb jártak. Hát mi meg nem. Tehát ehhez képest voltunk mi gazdagabbak, mondjuk. A baloldaliság mennyire fontos számodra? Mindig a megszomorítottak és megalázottak oldalán áll az író. Dosztojevszki is, ugye? Aki hát egy másik talajból és más ideológia alapján jut el oda. De hát ha azt veszik, hogy Petőfi sem, aki azt mondja, hogy néppel tizen vizen át. Hát azért ő nem az alföldi pásztorok és parasztok szegény sorából való. Hát az apja mégiscsak egy vállalkozó volt. Hentes, kocsmáros. Tehát a jobb módúak közé tartozott. Ezek a példák az embert függetlenül mindenféle származástól, mert mondjuk, ha a két háború közötti idő marad, akkor én mondjuk az a jobb középosztályba kerülök. Apám megbesült mérnök volt, ugye? De akkor is a többség pártján állok, és a többség mindig a szegénység. Petőfi búcsúja. Csak hazamenni délután, befűteni a kályhát. Tánczenét fogni rádión, hallgatni sportadását, szemezgetni a könyveket, közben leírni pár sort, barátaimat hívni meg, tölteni friss teát, bort, feleségemet, fiamat érezni új begyemben, s nem ezt a kínos hősködést a kapkodó seregben. Nem ezt a porfelhős futást, nem ezt a szabadságot, nem ezt a lucskos melsebet, nem ezt a szomjúságot. Anyával hogyan ismerkedtetek meg? Tényleg sem az egyetemen. Ugye? A bölcsészkar az egy nagy házasság kötőterem volt abban az időben. Amikor mi bekerültünk oda, akkor a mi csoportunkban volt 3 fiú és 17 lány. Együtt jártunk egy tanulócsoportba az egyetemen, és akkor kezdetben még ez nem jelentett semmit, de aztán évvégén volt egy kirándulás, és azon összeszerelmesedtünk. Elmentünk Sárospatakra egy évfolyam kirándulásra, Juditka pedig ott érettségizett fél évvel korábban. Tehát ő ott mindent ismert. Őt mindenki ismerte. Ő egy nagyon népszerű lány volt ott, benne volt az iskolai színjátszókörben, ő volt Alfonzén, a kőszívű ember fiaiban. Szóval az egész környéken őt ismerték, és hát nekem is tetszett persze, és aztán 2 év múlva összeházasodtunk. Mi az, ami megfogott apában? Okos volt, jóképű volt, evezős bajnok volt, nagyon kevés fiú volt a bölcsészkaron, úgyhogy sok minden szempont amellett szólt, hogy összejöjjünk. Zoli dolgozott, mint ablakpucoló és függönylángtalanító. Én fordítottam, tolmácsoltam sokat, úgyhogy azon a szinten, amin akkor a diákok éltek, mi nagyon jól voltunk. Milyen érzés volt saját magadat viszont látni a versekben, regényekben? Hát váltakozó volt, hogy elégedetlen voltam, hogy nem eléggé dicsér. Volt, hogy meghatódtam. Annak, aki maga nem alkotó, az mindig egy nagy esemény, hogy ő ugyan nem alkot, de a férje által, vagy a szerelme által őróla mégiscsak tudhat a világ. És hát szerettem azt hinni, hogy
hogy én ugyanúgy hatok ő rá, mint ahogy ő hatott én rám. Egy Apollinaire vers visszhangja. Vannak sztjuárdeszek, csinosak, kedvesek, és szokásuk szerint cukrot osztogatnak mosolyogva. Van motorzúgás, és a szellőző furatok süvítő ügyködése, van ez a repülőgép, és van a fedélzete, ahol váll a vállhoz, seremetyevúig piszmog az ember a reggelijével. Van ez a moszkvai utazás, megint Moszkvába, és megint tökéletesen egyedül. Van egy lebegő szárny, amit nézek únottan, és a szegecseit számolom elmerülve. Vannak ragyogó felhők a szárny alatt, és a felhők alatt minden bizonnyal ugyanígy szikrázik a föld is. Van egy lány, aki vár rám az egyetem előtt, az ugyanilyen szikrázó ragyogásban. Van egy szűk utca az egyetem oldalán, és csókolózunk, és csókolózunk. Vagyok 10 évvel fiatalabb, vagy 12-vel, és ugyanannyival ő is. Van zöld szoknyája, fehér pulóvere, és a fogai erősek, erősek. Vannak sztjuárdeszek, és műanyagtálcák, és műanyagevőeszközök, és van ez a zsúfolt repülőgép. Van az émelygés, a no smoking, a fast and seat belts, van a tökéletes egyedüllét, van a bizonytalanság, és van az egyetlen bizonyosság. Vannak a megfordíthatatlan éveink, és vannak a visszahozhatatlan éveink, és... nagyon szeretlek. Van egy vers típusod, és én azt nagyon szeretem, ez egy visszatérő vers típus, ahol egy antropológus aprólékosságával, egy ilyen mikroszkóp alatt figyeld a saját személyedet kívülről. Igen, hát ugye a költő, az alanyi költő, ugye, hát ez mindig magáról ír, vagy legalábbis magából indul ki. És ahhoz, hogy én el tudjam helyezni ezt a szemét, aki szemléli a világot, vagy akinek véleménye van a világról, ahhoz magamat is úgy kell meghatároznom, hogy körülírom. Tehát önportrék, ugye? Hát gondolj bele, hogy a festők képeinek javarésze önportré. Azt ír az egyik versben, hogy gyepükkel határolt körön kívül lévőket nem szeretnek. Akkor te kicsit körön kívülinek érzed magad? Mindig körön kívüli voltam, mert ugye az urbánusoknak túl paraszt voltam, a parasztoknak túlvárosi, és soha nem tartoztam semmilyen szekértáborhoz. Ami megint baj, tulajdonképpen, mert egy csapatban indulás, egy szekértáborhoz tartozás legalábbis az elején repíti az embert, segít. De hát mit csináljunk? Én azzal vigasztaltam mindig magamat, én ezt is kibírom, mert olyan erős vagyok, ugye? Szóval fiatal koromban sokáig megvolt bennem az, hogy én nagyon erős vagyok. Egyrészt fizikailag is, ugye az átlaghoz képest. Hát főleg, ameddig még ugye versenyző voltam, és jó sport súlyban és versenysúlyban. Másrészt, hogy az irodalom, és még a költészet is, a 20. század második felétől kezdve már hosszú távfutás. És a hosszú távfutó magányosságát ismerjük. De a hosszú távfutó talán hosszabb utat fut be, és eközben talán többet lát.
Apám 1956 és 62 között Bandi öccsével együtt 6 éven át evezett versenyszerűen a Ferencvárosban. Másodikos gimnasta koromtól kezdve az egyetem második év végéig engem nem lehetett a Dunától elválasztani. Tehát az, hogy a Duna, ez nekem ma is nagyon fontos. A Robert Károly körúti panelházban is azért szerettem lakni, mert a 8. emeletről ráláttunk a Dunára, és amikor aztán bejjebb költöztünk a Pozsonyi útra, ott meg még közelebb vagyunk a Dunához. Tehát valahogy az az 5-6 versenyzési év, amit én a vizen töltöttem, az így jelentkezik, mint szükséglet, hogy minden nap lássam azért. Ha felérődek, akkor lássam a Dunát. Abban az időben a Fradi 8-asnak, akkor 8-asban neveztem éppen, legnagyobb ellenfele a Vörös Meteor volt, és ebben a Vörös Meteor 8-asban nevezett Tandori Dezső. Tehát mi ott kerültünk egymással kapcsolatba, nem tudta egyik sem másikról, hogy nem csak az evezésben akarunk kitűnni. De van itt még... 59-ben nyertünk először ifjúsági bajnokságot 4-esben. Annak az érmét nem találtam meg. Itt van egy Budapest bajnokság, ami második helyezettek lettünk egy Budapest bajnokságon. Ez egy 958-as érem, ez egy aranyérem, de már nem tudom, hogy melyik egyesület adta. Ez egy országos bajnokságnak a szalagja. Körülbelül ez azt jelenti, nektek, vagy az unokáknak még inkább, mint nekem az első világháborús hadi érdemérmek, amiket a nagyapámék hoztak haza. És hogy tudsz veszíteni? Nehezen, de ez csak az eredmény hirdetésig tart. Minden ilyen technikai sportnál rengeteg előre nem látható akadály is adódik. Velem előfordult az, hogy egy 2000 méteres versenyt a nadrágomon csúszkáltam még a sinen, mert leugrott a kocsi a sínről, de hát nem lehetett megállni, heten mögöttem húzták, és én ugye a nadrágomon csúszkáltam, csupa vér volt már a hajó belseje, mire célba értünk. Nyilvánvalóan nem nyertünk. De akkor is az ember megpróbálja, nehéz körülmények között is megpróbálja, amit lehet. Tehát azt mondom, hogy nem könnyű veszíteni, de hát tudomásul kell venni. De ezt most átvitt értelemben is értem. Átvitt értelemben is. Nézd, ahol kevésbé mérhető dolgok vannak. Hát itt mérhető. Ha jónak az orra egy centivel előrébb állt, vagy hátrább állt. Tehát itt mese nincs, ugye? Hát az irodalomban mi mérhető? És kitévedhetetlen az ítézek között is. Isten tudja. Persze védekezhet az ember azzal a sikertelen, vagy kevésbé tehetséges művészeknek az örök mentegetőzési, vagy nem ért meg a saját korom, ugye? Majd eljön az idő, amikor meg fognak érteni. Én nem gondolom, hogy a halálom után fog valami kiderülni rólam, mert ami életemben kiderül, az körülbelül az van. Az van. Abban én már biztos vagyok. Én azt gondolom, hogy azért valami meg fog maradni. Lehet, hogy csak 3 vers, ugye? De Füst Milánra emlékszem egyszer, még gimnasta koromban mentem be az egyetemre. Egy ilyen előadást tartott, és hát ugye a csilláron is lógtak, ahogy mondani szokták a 10-es teremben, Látomás és indulat a művészetben címmel tartott előadást, és ezzel Adiról beszélt. Adi Endre, hát kérem szépen, rengeteg rossz verset írt. Tehát jó, ha van 20 nagy vers. Jó, ha van. De uraim, kinek van 20 nagy vers?
A bogárhátúnak külön története van. Nagyapám testvére, Pista bácsi, Uruguayba emigrált a Rajkper elől, és ott élt majdnem 30 évet. Lett egy textilgyára, amiből szépen meggazdagodott. 69-ben pedig küldött a nagyapámnak egy vadi új, fehér bogárhátú Volkswagent, ami csodának számított akkoriban. Azóta már nagyapám is, Pista bácsi is meghalt, de a bogárhátú apámra szállt. Még semmilyen autóm nem volt, de azt mondtam, hogy ha egyszer nagyon gazdag leszek, akkor egy bogárhátú Volkswagen kell nekem, mert annyira tetszett minden részlete. Miben más ez, mint a korábbi autóid? Hát ez a korábbi autókkal nem lehet összehasonlítani. Az az évjáratú Zsigulik és Dacia-k már roncskocsik valahol, vagy az sem, ugye? És ez még azért hát egy olyan 100-zal el tud menni. Na, ha van benne, ahogy megnézem, 237.479 kilométer. Hoppá, itt valami le is esett közben, de mi? Ez. Oda néz. Nem? Gyerekkoromban folyton ezeket a titokzatos mondatokat hallgattam. Elszakadt az ég szíj, beköpte a gyertyát, ki kell fújni a dűznét. És apám megcsinálta. Kicserélte az ég szíjat, letisztította a gyertyát, kifújta a dűznét, és mentünk tovább. A bogárhoz a korábbi autóknál sokkal mélyebb érzelmek fűznek minket. Sunt lacrime rerum. Persze, van a tárgyaknak is könnyük. Én nem csak érzem olykor, látom is. Ha kora ősszel még a ködön átsüt ferdén a nap, s a fénytörés hamis. Nagy könycsepp gördül két üveg szeméből a lökhárító mellett, s a betontócsában áll, hisz csorog a szélvédőn, és le az elefánt fül ablakon. Mert gyűlnek könnyek fönn a bogárháton, lapos cseppekben rezgő medúzák, majd megindulnak az ívelt sárhányón, s a csapott farú motorházon át. Hogy lemossák a rendszám tábla kormát, hogy látszódjék a betű és a szám, a legelső még, amivel behozták, mit úgy jegyzett föl rég halott apám, mint megidézést, kis háza falára ácsplajbásszal, mert kellett tudnia, hogy mivel érkezik csiszta pusztára látogatóba száguldó fia. Apám 37 éven át dolgozott a Magyar Rádióban. 10 évig volt a bemondók főnöke, 7 évig az irodalmi osztály helyettes vezetője, 15 évig a rádió színház vezetője, és 5 évig a vallási és kulturális műsorok főszerkesztője. Meg a Filótás Lili, és meg a Serc bácsi. Ő volt a fő bemondó abban időben. Arra gondoltam, hogy elhívok néhányat első kollégái a bemondók közül egy meglepetés találkozóra. Azokat a hangokat, amelyeket gyerekkorom óta hallgatok. Hello, szevasztok! Szervusz, édes, drága! Kapsz egy fülest, Feriké, mindjárt hülyeségeket beszélsz itt, ugye? Kérlek, a szokás hatalma, meg volt kitől tanulni. Itt vannak kezemben fényképek a korabeli összejövetelekről. Nem volt hét, hogy valami fehér asztalos összejövetelt bulit így munka után, vagy talán munka közben is. Ne szerveztünk volna egy a rádió körül, és egy elég jó fiatal korosztály jött ott a 70-es évek elején, nagyon sokan jöttünk össze. És egy vérfrissítés volt a bemondók között. Ettől aztán még jobban összeállt az egész csapat. Valahol mindig bulisztunk. Születésnap, meg ez, meg az. Kitüntetések. Emlékeztek, hogyha valaki abban az időben, hát nem ebből a társágból, hanem akik közben elmentek. És akkor rendeztünk ünnepségeket, Pintés Annyi bácsi.
Hát először is kaptak egy ilyen aranygyűrűt, ami rajta volt a rádió címer. Gábor hív. Ez a szignál. Egyre több ismerősömnek szól egyébként ez is, nekem még mindig ilyen furcsa összerázódást jelent, amikor meghallom. Azt szeretnénk tudni, hogy mivel töltöd a napjaidat, mi dolgozol, mit csinálsz, költesz. Kérlek szépen, jól érzem magam, mert főállású költő vagyok végre. Másik az, hogy mióta nyugdíjas vagyok, egy csomó helyen elnök vagyok. Most úgy, erre rájöttem, hogy aki már semmire nem jó, az elnök. Ugye? Magyar Penklub elnöke vagyok most, ugye? Ami tulajdonképpen nagy poszt lenne, ha azt mondom, hogy elődeim voltak Kosztolányi Dezső, igen, meg Berzevici Albert, meg Vas István, de előtte Boldizsár Iván, szóval Hubai Miklós, Görgei Gábor. Itt azért lenne mit csinálni, csak most éppen, hát hogy is mondjam, csak most egy kicsit kevesebb pénz jut a kultúrára. De amit viszont szívesen csinálok, két vagy három irodalmi pályázatnak zsűri elnöke vagyok, ami azért jó, mert egy csomó fiatal, vagy kezdő, vagy még nem nagyon ismert szerző műveivel az ember kénytelen megismerkedni. És akkor rájön, hogy nagyon sok jó fiatal szerző van. Kedves közönségünk, kedves nézőink! A Rotary Irodalmi Díj 8 zsűri tagja 5-5 művet pontozva az elmúlt egy év irodalmi terméséből a következő könyveket ítélte méltónak a díj elnyerésére. A Kis Kavics, írója Lovas Ildikó, a Bogárvérrel, írója Horváth Péter, és a Pixel, írója Tóth Krisztina. Zoli, te nekünk Pap Zoliként voltál a főnökünk, ezen a köteten Sumonyi Zoltán van, és néha meg Sumonyi Pap Zoltán vagy. Én először Pap Zoltánként jelentem meg az Élet és Irodalomban 1961-ben, érettségi után szinte. Majd behivatott az akkori irodalmi alap vezetője, a Földiák János, és azt mondta, hogy három Pap Zoltán van most itt nálunk, változtasson nevet. Jó, hát akkor legyen a Sumonyi, mert legalább ehhez van közöm, az én nagyszüleim mindkét ágról sumonyiak, apám ott is született, szóval maradt a Sumonyi. Pécs és Selye közötti vonalon van, tehát ez egy dél-baranyai rendes baranyai magyar falu. És akkor mondták, hogy hát azért ez olyan harcsa bajszú, ez a Sumonyi, ez van, ugye? Össze lehet téveszteni a Simonyival, össze is tévesztik sokszor, vagy a Somogyival. De mondom, mindegy, hát aki egyszer megtanulja, az viszont megtanulja. Pontosan, igen. Otthon levettem a könyvespolcról egy fiatal költőnek a kötetét. Ezt dedikáltad nekem 1983-ban. Az hány éve volt? 30. 28. Akkor 28, igen. Csak hogy most azt szeretném kérni, hogy 28 év után még egyszer dedikáld, és utána majd 28 év múlva megint jövök, jó? Jó, ez jó ötlet. Ez, ez a Pesten még nyár van, igen, aktuális is, mert tényleg nyár van most is. 1954 és 62 között apám a szüleivel, öccsével és két húgával a Kelenföldi pályaudvar közelében lakott. Hát nagyon nehéz így megtalálni, mert teljesen beépítették itt ezt a részt. Itt van valami épület maradvány. Igen. Ez mintha a konyha lépcsője lett volna. Előszoba és a konyha lépcsője, tudod? Itt egy vasúti sorompó volt, és a sorompó miatt volt itt egy őrház. Ahelyett épült egy felüljáró, és akkor fölöslegesé vált az őrház. És akkor apám mi volt itt ez a szakasz, megkapta utasításba, hogy ezt bontassa itt le.
kapott rá 200 forintot, ez 1953-54. Mondta, hogy jó, és ebből a 200 forintból ő Süttyomban hozzáépített ez az őrbódéhoz egy szobát. Mire észbe kaptak, vagy addigra már állt, sőt, mi egy éjszaka alatt, október végén beköltöztünk Izbégről Pestre. Most Pest zárt város volt, nem lehetett csak úgy beköltözni. Tehát tilos volt. De egy másik rendelet, amely meg úgy szólt, hogy családot nem lehet kiköltöztetni fedél alól, ez ütötte ezt a dolgot, tehát mire mi már beköltöztünk, és két nap múlva észrevették, hogy ebben a bódéban lakik valaki, akkor már nem lehetett bennünket kiköltöztetni, hát benne laktunk hatan.1968 és 84 között 16 évig az Árpád híd pesti hídfőjénél egy 10 emeletes panelházban laktunk. Apám és anyám 26 és 42 éves koruk között éltek itt. Mi pedig Gergő öcsémmel itt nőttünk fel. Amikor ebbe a házba beköltöztünk, egy falunyi család, akkor csupa fiatal, tehát ilyen életet kezdő, pályát kezdő fiatal házaspárok, kisgyerekekkel, vagy itt születendő kisgyerekekkel. Tehát volt itt az egésznek valami friss honfoglalás jellege, és én ezt szerettem, ez tetszett. Szorongásaim éve. Nyolc emelet magasságban az Árpád híd fölött, szemben a Dunával, a havas dombokkal, s a téli köttől tompa hegyekkel állok. Itt állok városom, hazám fölött. Az arc domborzatát kirajzoló erők nagyobb megrázkódtatásain túl, és 30. életévemen innen. Szerencsésnek mondhatom magam. Nem ettem a hadi árvák kenyerét. Én nekem nem egy ismeretlen fiatalember katonaruhás emlékképe az apám. Én még tudom a mi atyánkot, az Üdvözlégy Máriát, az úrangyalát, megbotlottam az óriás misekönyvvel az oltár lecke oldalára menet, és ahogy tavasszal a fű bújik elő, úgy nőttem bele az Isten tagadásba, ideje korán, stérítők nélkül és ellenére. Szerencsésnek mondhatom magam. Nem kellett tudnom az együttélés közös gyötrelmeiről, számban nem keseredett meg a negyedik parancsolat, s ezért minden bizonnyal hosszú életű leszek a földön, mint elődeim, akiktől rendíthetetlen nyugalmam, hibátlan idegeim örököltem. Mit akarhatok én, ahogy itt állok az Árpád híd fölött, szemben a Dunával, a téli köttől tompa hegyekkel, mit akarhatok én? Hisz lehettem az apám büszkesége, álltam fenn dobogón, a bajnoki medál háromszínű szalagja nyakamban, és könnyem csorog a harsonáktól. Álltam lesben a könyvesbolt előtt, ahol apám szemérmes zavarában a nevemet is elfelejti. Szerettek szerelemmel, dörgölődzik szívemhez kisgyerek. Hát mit is akarhatok én, árvasággal, hitegetésekkel, neuraszténiával sújtott korosztályom szerencsés flótása. Mi ez a hiányérzet? Mi ez az ingerültség? Ahogy leírom a nevedet kihívóan, miféle ellenfelem leszel te, szorongásaim éve?
1959-ben, 17 évesen, apám és Váradi Szabolcs elvitték a verseiket Vas Istvánhoz. Attól kezdve Vas a mesterük és mentoruk volt több mint 30 évig. Ő aztán haláláig egyengette a dolgainkat, tehát most nem úgy, hogy megjelenhessünk valahol, ez azért tőle távol állt, hanem hogy tehát ezt a sort valahogy egy kicsit még át kéne gondolni. És aztán nagyon jó, hát egy atyai barátságba kerültünk vele, és hát haláláig. De most, ahogy távolodunk időben, most már ugye több mint 20 éve meghalt, egyre jobban hiányzik, egyre nagyobb a hiánya. És érdekes, hogy találkozom nem csak kortársaimmal, idősebb pályatársakkal is, tehát akik mondjuk korban kettőnk között álltak. Rész Pál mondta legutóbb, hogy egyre jobban hiányzik a Pista. Igen, igen, egyre jobban hiányzik egy olyan figura, akire lehet hivatkozni. Vas István asztalai. Farkasrét, 1991. december 27-e. Most már az égi asztal körül sok régi mester között ül mesterünk és apánk. Majd 10 nap óta. Most már a munkakörben, most már Babits tanár úr csütörtök délutánján, most már a magyar csillagszékén a Dunakorzón, most már Kormossal, Zelkel a Kulacs étteremben, most már. Azóta Arannyal megbeszélte a keveháza rejtét, a versmérték, a ritmus, na hát, ki hitte volna? S most már Rákóczi hívja, üljön le asztalához. Szemérmes mind a kettő, de hát meg kell köszönje az emlékiratoknak magyarra fordítását. Mi meg csak egy gödörnél, nekünk meg asztalunk sincs. Ha eljátszanánk Karintinak a Találkozás egy fiatalemberrel című novelláját, és te szembe találkoznál a 18-20 éves önmagaddal, akkor hogyan néznél a szemébe? Büszkén vagy mentegetőzve? Hát... lehet, hogy 18-20 éves koromban többet gondoltam magamról. Nem tudom. De... én voltak éppen azt mondom, hogy nagyjából a pályámat úgy futottam be, hogy lehetett. Nincs erre jobb válasz, mint a Pál apostolnak az utolsó levele a Timóteushoz, hogy a harcomat megharcoltam, a hitemet megtartottam, és ez fontos, hogy a hitemet megtartottam, és futáson végén járok. Hát remélhetőleg még nem a végén, de hát mindesetre afelé. És a másik az, hogy megint a Pálra hivatkozom, hogy nem mentegetőzünk, mert ugyanazt vállaljuk ma is, amit korábban írtunk. Ugye? Tehát bárki megnézheti az 1962-től publikált írásaimat és a 67-től megjelent első verseskötetemet, mind máig, én azt mondom, mindegyiket vállalom. Tehát nem rostálnám ki ilyen-olyan megfontolásokból, minőségi megfontolásokból bizonyára. De etikai vagy politikai megfontolásokból nem. Azok vállalhatók is. Talán ez a legtöbb, amit az ember így 70 körül elmondhat magáról. Mire vagy a legbüszkébb eddigi életedben? Hát a gyerekeimre persze. Szóval az, hogy azért mindegyikből lett valami, méghozzá az, ami szerettek volna lenni, és hogy az unokák is nagyon jó úton haladnak afelé, hogy hát egy teljes életet élhessenek. Boldog, szomorú dal. A pézárói állomáson, a leóbeni állomáson nézek a vonat után.
Az egyik Bolognába indul, a másik Párizs felé indul, s én állok ugyanúgy. Én állok ugyanúgy. Felnőtt fiaim után nézek, mintha majd haza érkeznének idegen városokba, idegen városokba. Én meg Pézaró kis peronnyán, én meg Leuben kis peronnyán örökös szállást fogok. Örökös szállást fogok.1990-ben apám versbe szedte Pál apostol leveleit, amit Grillus Dániel megzenésített. Ezzel egy 20 éve tartó közös munka vette kezdetét. A Pál az spontán dolog volt, indulatból, látomásból, ahogy az kell. Ugye? Politikai indulatból is, ahogy tetszik. Tehát te megírtad a verseket, és azt látta Grillus Dániel? Igen, megírtam, és akkor ő, de kettőt vagy hármat írtam meg, ami éppen aktuálisnak tűnt. És akkor a Grillus erre ráharapott, és akkor mondta, hogy csináljunk ebből egy ciklust. És akkor már mentünk végig a Pál leveleken, ami hát szerencsémre mindegyikben volt éppen akkor aktuális dühöngeni való. Elhatározta, hogy a korai magyar biblia fordítások versformáit használja. Én meg elhatároztam, hogy Pál apostol működési területének a zenéjét kicsit mai módon persze veszem be, ilyen törökös, görögös, arabos, zsidós muzsika. És aztán valahogy úgy egyre jobban összeérett, és a kettő végén valahogy egy ilyen magyarossá, nem magyarossá, hanem akár egy ilyen tilódi dallam is lehetne. És aztán ezen felbuzdulva, mert ennek nagy siker lett, aztán mindenütt játszották, énekelték, különböző felekezetű keresztény templomokban, katolikus, református, evangélikus. Az első bemutatás egy evangélikus templomban volt. És akkor utána, hogy csináljunk még valamit. Tehát akkor haladjunk az Új Szövetségben tovább, legyen a hegyi beszéd, ne? A Jézusnak a tanításai. Ezt is megcsináltuk, ez is eléggé sikeres volt, de akkor már a televízió is ráharapott, és megcsinálta a filmen a Pál apostolt, megcsinálta a hegyi beszédet. És akkor most akkor legyenek zsoltárok. Bekerült már az evangélikus ifjúság énekeskönyvbe, református énekeskönyvbe, de másfajta énekeskönyvekbe is, és valóban egyetemi gyülekezetek, alkalmi táborokban hallom, hogy énekelik. Ki is adtam kottában, zongoraletéttel is, meg gitárkísérettel, hogy énekelhessék. Ha Szent Simonár Albert megért 400 évet a verseivel, hát talán ez is eltart 300 évig. Szóval valahogy talán ez lesz az a kifutó, ami kiviszi az embert az óceánra. Semmi rúg, mint írtunk korábban. Lelki és
beteg, hogy mi is betegek ne volnánk. Ki botránkozik meg, hogy mi ne lángolnánk. Ki bujdosott versben, ki látta meg orcánk, követ most kivet ránk. És a költő Sumonyi Zoltán szóljon neki is a tapsát.